Szervusztok! Úgy 6 évvel ezelőtt készült egy előadás a Budapest Bábszínház és a Szombathelyi Mesebolt Bábszínház együttműködésében 10 emelet boldogság címmel. Ezt az előadást úgy 120-szor játszottam, de most először az eredeti mesét mesélem el nektek. Tehát, Gimesi Dóra, 10 emelet boldogság. Egyszer angyal földön egy 10 emeletes. Ebben még nincs semmi különös, tele van a világ 10 emeletesekkel, Budapest meg aztán pláne. De ez a 10 emeletes más volt, mint a többi. Kívülről persze nem látszott másnak, 1 centivel se volt alacsonyabb vagy magasabb, nem voltak rajta színes graffitik, és nem énekelt operaáriákat a kaputelefonja. Hogy miért különbözött akkor a többi 10 emeletestől? Mert lakott benne egy Jankó nevű óriás. Az óriásokról tudni kell, hogy réges-régen a hegyekben meg az erdőkben éltek. Sziklából volt a válluk, mohából a szemöldökük, és szabadon jártak a világban. Fiatal volt még akkor az emberiség, és az óriások vigyázták az álmát. Nagy viharok idején például felálltak a hegytetőre, és megfogták a villámot, nehogy a falvak házaiba csapjon. Máskor meg, amikor sokáig nem esett az eső, kicsavarták a felhőket, hogy az emberek szomjan ne halljanak. Amikor aztán az emberiség cseperedni kezdett, nem kellett már többé vigyázni rá. A világ egyre kisebb lett, az erdők megfogyatkoztak, az óriások pedig beköltöztek a városokba. Nem járhattak többé szabadon. A lábuk belegyökerezett a földbe. Gerincük lépcsőház lett, szemük ablak, mutató ujjuk villámhárító. A legmagasabbak Amerikába mentek felhőkarcolónak. Az alacsonyabbak beérték a berlini 20 emeletesekkel is. Szegény Jankónak, aki óriás létére kicsinek számított, meg kellett elégednie egy angyalföldi 10 emeletessel. Magányos volt Jankó, mert hiába épült föl körülött egy egész lakótelep. Nem költözött oda egyetlen óriás se. Az amerikai felhőkarcoló rokonoktól érkezett ugyan 1-2 árva levelezőlap karácsonytáj, de attól sem vidult fel, csak még jobban beleszomorodott az egyedül létbe. Lett is a nagy szomorúságból csőtörés, liftmegállás, áramkimaradás, mert ha egy óriás neki keseredik, az bizony a ház sem ússza meg száradon. Egy nap egy csillagász költözött Jankó 10 emeletesének 10. emeletére. Ilyen különös szerkezetekkel, csillagtérképeket és messzelátókat cipelt föl a lépcsőn. 7 nap, 7 éjjel egyfolytában, mivel az óriás bánata miatt megint nem működött a lift. A 7. nap éjjelén végre befejezte a költözködést, összeszerelte a legnagyobb messzelátót, főzött egy vödör fekete kávét, és felbaktatott vele a padlásra. Aznap különösen tiszta volt az ég. A távcsővel el lehetett látni egészen a naprendszer legszéléig. A csillagász elégedetten hümmögött, és éppen kezdte volna megszámolni a Szaturnusz gyűrűit, amikor különös hang hallatszott a háta mögül. Egy eget rengető szörcs, egy hatalmas lefegy, és a végén egy apokaliptikus böf. A csillagász nagyon lassan pillantott hátra, és majdnem hanyatt esett attól, amit látott. Az üres kávésvödör mögül az óriás bámult vissza rá.
Legközelebb tegyél bele cukrot, mondta Jankó. De feltétlenül, motyogta a csillagász. Attól a naptól fogva, minden éjszaka együtt kémlelték az eget. Kávézgattak, beszélgettek, és olyan messzire néztek a messzelátóval, amilyen messzire csak tudtak. Megnézték a Jupitert, a Szaturnuszt, a Plútót, és Jankónak nagyon tetszett, hogy ilyen nagy a világegyetem, és ilyen messzire ellátni benne. Ám egy csillagtalan novemberi szerda éjszaka, hiába kémleltek, hiába néztek, nem láttak az égen semmit, csak a végtelen nagy gomolygó feketét. Keresték, kutatták a fényt a nagy feketeségben, de hiába. Sehol egy apró csillag, egy kósza műhold, egy árva űrállomás. Már éppen elszomorodtak volna mindketten, amikor Jankó egyszer csak olyat látott, amilyet még soha. A messzelátó másik végéről 300 ragyogó ablakszemével egy meseszép óbudai óriáslány pislogott vissza rá. Jankó első látásra szerelmes lett, mert olykor az óriások is lehetnek szerelmesek. Nem érdekelte többé a Jupiter, a Szaturnusz, a Plútó. Óbudát kémlelte ezután már mindig a csillagász messzelátójával. Nézte, leste, bámulta az óriáslányt, égbe nyúló karcsú alakját, 10 szépséges emeletét, félig lehunyt redőnyeit, és verseket írt hozzá. Pontosan 10 verset. Egyet-egyet minden emeletéhez. Egy nap megelégelte ezt a csillagászt, mert kellett volna neki már a messzelátó. Te, Jankó, mondta egy márciusi szerdán, ideje volna ezzel a lánnyal megismerkedni. Jaj, jaj, sóhajtott Jankó. A lakók azt hitték, földrengés van. Hiszen az lehetetlen. Ugyan már tápászkodott fel a csillagász a földről, ahová a sóhajtó esett. Miért volna lehetetlen? Mert mi Pesten vagyunk, ő meg Budán, fakadt sírva Jankó, és a házban maguktól megeredtek a vízcsapok. Ám a csillagász nem hagyta magát, nagyon kellett neki a messzelátó. Gyorsan előkereste a térképet, meg a telefonkönyvet, hogy kiderítse, melyik házban lakik a szép óriáslány. A szép óriáslány a Vihar utca 3-as számú óbudai 10 emeletesben lakott. Most már csak el kell juttatni hozzá a verseket, mondta elégedetten a csillagász. Hát igen ám, de hogyan, hüppögött Jankó, hiszen mi Pesten vagyunk, ő meg Budán. Van egy ötletem, ugrott fel a csillagász, mindjárt visszajövök. Azzal felpattant a bicikliére, kikanyarodott a Dunapartra, átkerekezett az Árpád hídon, és ripsz-ropsz már ott is volt a Vihar utca 3-as szám alatt. Megnyomta a legfőső csengőt a kaputelefonon. Ki az? Kérdezte egy rikácsoló hang. A csillagász vagyok, mondta a csillagász. És kit keres? Rikácsolta a kaputelefon. Én csak... Az óriáslányt keresem, dadogta a csillagász. Tudod, kivel szórakoz, büdös kölyök, majd adok én neked telefonbetyárkodást. A csillagász végignyomkodta mind az 50 csengőt, de hiába. Senki se hallgatta meg. A felnőttek ugyanis általában nem látják az óriásokat, és nem is hisznek a létezésükben. Már épp haza akart indulni nagy bánatában, amikor nyikorogva kinyílt az ajtó, és egy pöttöm kislány kukkantott ki rajta. Te keresed az Etelkát? Tessék? Az óriás lányt te keresed? Én. Átadnál neki egy üzenetet? Azzal a csillagász a pöttöm kislány kezébe nyomta Jankó mind a 10 versét, és elégedetten hazabiciklizett. A
kislány pedig ugrálva elindult felfelé a lépcsőn, és felolvasta a verseket Etelkának. Minden emeleten egyet. Az óriás lány az első verstől úgy elpirult, hogy az egész házban bekapcsolódtak a radiátorok. A másodikon akkorát nevetett, hogy ripityára törtek a Rikácsoló néni porcelánjai. A harmadiktól sóhajtott, és megállt a lift. A negyediken elpityeredett, és megeredtek a csapok. Az ötödiktől úgy megdobbant a szíve, hogy beleremegett a lépcsőház. A hatodiktól lesütötte mind a 300 szemét. A hetediktől olyan boldog lett, hogy zenélni kezdett a kaputelefon. A nyolcadikon mosolygott, és felkapcsolódtak a lámpák. A kilencediktől olyan zavarba jött, hogy lekapcsolódtak. A tizedik után tollat és papírt kért, hogy válaszverset írjon ennek a Jankó nevű, ismeretlenül is nagyon-nagyon kedves óriásnak. Így történt, hogy az angyalföldi óriás és az óbudai óriáslány levelezni kezdett. A csillagász szorgalmasan hozta-vitte a leveleket, a verseket, a szerelmes vallomásokat, napjában többet is. A nagy postáskodásban aztán szép lassan összebarátkozott a Vihar utca 3 minden lakójával, a Rikácsoló nénit kivéve. Legjobban persze a Pöttöm kislánnyal meg az anyukájával barátkozott össze, vasárnaponként ott is maradt náluk uzsonnára. Telt múlt az idő, a tavaszból nyár lett, a nyárból ősz, az őszből tél. A csillagász éppen a Pöttöm kislány anyukájának segített karácsonyi mézest írókázni, amikor hirtelen égszakadás, földindulás, megremegett a mindenség, és az egész házat elöntötte a víz. Etelka ugyanis sírt. Zokogott, de úgy, hogy akkora csőtörést még nem látott a világ. Egyetlen percig sem bírom tovább, toporzékolt Etelka, nem tudok többé az én Jankóm nélkül élni. Kitalálunk valamit, csak ne sírj, könyörgött csuromvizesen a csillagász. De mit, csuklott Etelka, hiszen ő Pesten van, én meg Budán. A csillagász erre nem tudott mit mondani, csak vakarta a fejét, pedig a nappaliban már térdigért a víz. Talán még ma is vakarná, ha a Pöttöm kislánynak nem támad egy mentő ötlete. Miért nem költözöl át Pestre? Kérdezte Etelkától, miközben anyukája ráadta a pillangós gumicsizmát. De hát én nem mehetek el a házból, értetlenkedett az óriás lány. Akkor menjünk a házzal együtt. Szegény hüppögő Etelka erre megint zokogni kezdett. Hát hogyan is mehetne át Pestre a házzal együtt, mikor a lába a földben gyökerezik? Gerince lépcsőház, mutatója villámhárító. Ismerte ugyan a régi mesét az óriásokról, akik szabadon jártak, de hogy ő is elinduljon valahová? Pláne Pestre. Hát ahhoz nagyon nagy elhatározás, és minimum egy varázslat kellene. Ha az elhatározás megvan, a varázslat már egyáltalán nem gondörült meg a kislány, és már ki is kereste a telefonkönyvből a tündér országház telefonszámát. Halló? Itt az ügyeletes tündér. Szólt bele a kagylóba az ügyeletes tündér. Miben segíthetünk? Egy óriásról van szó, vázolta a helyzetet a kislány. Pontosabban kettőről. Nagyon szeretik egymást, az egyikük Pesten lakik, a másik meg Budán. Mennyire szeretik egymást? Akadékoskodott az ügyeletes tündér. Verset írnak, mondta a kislány, és csőtörés is van. Értem, hümmögött az ügyeletes tündér. Ebben az esetben haladéktalanul küldök valakit egy varázslattal. A varázslat
éjfél körül meg is érkezett. Így már tényleg nem hiányzott más, csak az elhatározás. Etelka nagyot sóhajtott. A lépcsők megremegtek, a lámpák pislogni kezdtek, a lift teljesen megbolondult, úgy zakatolt felle, mint valami gyors vonat. És akkor hirtelen megremegett a föld. Elindultak. Sok furcsaságot láthattak, akik aznap éjjel nem tudtak aludni. Hajnali 1:30 tájban egy magas, karcsú, 10 emeletes sétált végig az Árpád hídon. Ringó, óvatos léptekkel, hogy fel ne ébressze a lakóit. Jankó a messzelátóval már messziről látta, hogy közelednek. Etelka szépséges alakja egyre nagyobb és nagyobb lett, aztán már látni lehetett a pöttöm kislányt is, amint az erkéről integet, és gumicsizmáján vidáman röpködnek a pillangók. Hát eljöttél? Kérdezte Jankó Etelkától, mert a szerelmesek gyakran kérdeznek olyat, ami nyilvánvaló. Hát el, mondta Etelka, és lesütötte 300 ablak szemét, majd elhelyezkedett Jankó mellett egészen közel. A Vihar utca 3 lakói másnap reggelen igencsak meglepődtek, hogy mit keresnek Angyalföldön házastú mindenestül. A Rikácsoló néni például annyira megijedt, hogy papucsban és pongyolában futott vissza Óbudára. A többiek végül Angyalföldön maradtak, és boldogan éltek, mert az egyik házban sem volt többé se csőtörés, se áramkimaradás. A csillagász végül feleségül vette a pöttöm kislány anyukáját, és végre visszakapta a messzelátóját is. Öten kémlelték, hát ezután a Jupitert, a Szaturnuszt, a Plútót. Amikor pedig jött a karácsony, az egész nagy boldogságukat megírták egy levelező lapon Amerikába. Hadd egye Jankó felhőkarcoló rokonait, a sárga irigység.